Várakozáson felüli húsvéti árbevételi adatokra számítanak az áruházláncok, de pontos számok még nincsenek a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség tájékoztatása szerint. Az üzletekben az édességek mellett a sonka, a tojás és a kalács is jól fogyott, annak ellenére, hogy az árak körülbelül 10-15%-kal emelkedtek tavalyhoz képest. Az ástopos termékekből volt, ahol áruhiány is jelentkezett, igaz csak néhány órára. 1930. Ennek a boltnak is szinte minden kasszája folyamatosan működött csütörtökön, mégis sorok alakultak ki a pénztárnál. Tömeg volt a boltokban, kígyózott a sor a húspultnál és a pékáruknál is. A megkérdezett vásárlók azt mondták, az elmúlt időszakot beárnyékolta a járvány, de idén végre lehet vendégeket és locsolkodókat fogadni, és örömmel készülnek a húsvétra. Most a piacon is voltunk már, ott megvettem a zöldségeket, salátát, azt teszem a tál aljára, és akkor úgy zöldhagymát, uborkát, retket, paprikát vágok, a sonka és a töltelék, meg a kolbász és a tojás közé, a főtojás közé. Ennél a bolthálózatnál többszörösére nőtt a forgalom, annak ellenére, hogy az utóbbi időben szinte minden megdrágult. Füstölt áruból több mint 70 tonnát adtak el, tojásból és a húsvéti szezonális édességekből is rekordmennyiség fogyott. Az ünnep előtt nőtt a vevőszámunk, tehát a tavaly hasonló ünnep előtti héthez képest, és a vásárlás kosár értéke is növekedett. Jó tudom, hogy benne van az is, hogy azért bizonyos termékeknek az ára már magasabb szinten jelent meg az idén, mint tavaly. A vezérigazgató elmondta azt is, hogy az árstoppos termékek közül volt olyan, amiből több is elfogyott volna, de a beszállítói kapacitások végesek. Az időszakos hiányokat igyekeztek mielőbb pótolni, még szombaton is volt szállítása az áruháznak, amelyek természetesen a húsvéti vásárlás során is részei voltak a vásárlók kosarainak. Ebben a termékkörben bizony tapasztalható volt főleg a húsoknál az, hogy átmenetileg áruhiány is keletkezett, jelentkezett, de ezeket el tudták hidalni a kereskedők. Várakozáson felüliek a 2022 évi húsvéti árbevételi adatok, már csak azért is, mert itt a háttérben azért nagyon komoly áremelések is voltak. A főtitkár hozzátette, pontos számokat még nem látnak, de a kereskedelmi partnerekkel már egyeztetnek a forgalomról és az árbevételi adatokról.